Sziasztok srácok, András vagyok, ismételten Dark Souls 2-vel jelentkezem. Legutóbb ugye elkezdtem az első DLC-t, hát sokáig nem jutottam lényegében, csak addig, hogy kaput kinyitottam, meg pillantást vetettünk az egyik ilyen bossra itt a DLC-ben, egy ilyen hatalmas sárkányra, de aztán eszembe jutott, hogy elhagytam még egy-két dolgot, többek között az Aldia's Keep-ben. Ugyanis van három ilyen Fragrant Branch of Yore-unk, amit már máshol nem igazán tudunk felhasználni, mint ezen a három megkövült alakon, akit ugye itt Aldia's Keep-ben ott a nagy csarnoknak az elején, vagy pontosan nem tudom, hogy hol elhagytunk. Azaz, de tudom, hogy hol, csak így megfogalmazni nem tudom. De mindegy, akkor ne spilázzuk túl, húzzuk is vissza. Amúgy is legalább farmolok egy-két lelket, ugyanis gondolkoztam azon, hogy Reaper Powderből be kéne vásárolni. Ugye, és a DLC-s bosszok azok zabálják a fegyvernek a durability-ét. Nem tudom, ez csak így a harmadikra jellemző, de én úgy vettem észre, hogy az összes többire. Oké, így legalább már megvan mérgezve a dög. Király, 1100 plusz lélek ez is. Hát a Reaper Powder az úgy emlékszem, hogy azért nem 2 forint. Úgy is fogalmazhatnék, hogy elég drága. Na, meg plusz egy Petrified Dragon Bone-nal is gazdagodtunk. Aztán nem szarazok tovább, tényleg csapassuk a DLC-t, mert mondtam, a játékból már más nem igazán van hátra. Persze még az utolsó boss a Scholar of the First Sin, de az még mellékes. Ezt az idiótát is gyakjuk le. Hát azért állat ez a kard. Na szóval itt lenne két ilyen nyomorék, akik hát nem tudom mennyire dobnak érdekes cuccokat, de azért így teljes a végigjátszás, úgy isten igazán, hogyha minden ilyen elvarratlan szállat így lerendezek. Ó, oh, egy kis extra gyógyító meg varázslat újra töltő cuccok. Mondjuk ezt az Elizabeth Smashrubot nem nagyon szoktam használni. Mert tudom, a Life Gem is lassan gyógyít, de az meg aztán pláne. Te pedig... két darab Bonfire Aesthetic. Nekünk az most igazából nesze semmi fog meg jól. Meg hát te maradtál itt. Ez egy elég érdekes dolog. Agyon tud minket lapítani. Jó, azaz nem nyír ki, csak na, itt ezt ki lehet használni, hogy így tolad hátra. A lépcsőt meg pláne ki lehet használni arra, hogy nem ér el. Olyan faszkalap. Dragon Acolyte Mask. Ez az, amit ezek a hülyék szoktak hordani. Hol a rákba? Hát, istentelenül hülyén nézünk ki. Na mindegy. Ja, meg közben itt a Drunglake Helm is, amit szereztünk korábban. Meg azt sem mutattam meg nektek. Illetve Vendriknek a koronája, amire majd szükségünk lesz. Na király, akkor ez itt ennyi lenne. Meg nem tudom, hogy van-e valami ellőhető lelkünk. Hát nincs. Akkor majd Reaper Powder veszek később, mert úgy emlékszem, ilyen 2500 darabja. Vagy 5000, nem, 5000 az sok. Na mindegy, tehát most nem jön ki belőle sok. Akkor majd később. Amúgy is leginkább a harmadik DLC-be lesz rá szükség, közben eszembe jutott.
Ott ténylegesen viszont van egy olyan boss harc, ahol majdnem három kardot is sikerült eltörnöm. Itt pedig akkor inkább nem játszanám azt meg. Hoppá, az úr meg itt Smelter Demon szedbe nyomta. Kard meg minden meg volt. Most pedig akkor... Ja, Sanctum City. Elég jó kis hely lesz ez. Tök látványos. Az ellenfelek köcsögök szokás szerint. De azt hiszem a mérgezős nyíl az nem nagyon hat rájuk. Viszont lesznek itt más érdekességek is. Kezdjük azzal, hogy itt például lenézünk erre. De jól emlékszem, itt csak shortcut lesz. De még... Gépen visszanéztem az egyik videómat, a Dark Lurker-es boss harcot. Ugye nem bírtam megállni, hogyha már egyszer elsőre sikerült, és ott is azt vettem észre, hogy kurva sok volt a vértócsa, tehát ott legalább vagy 20-an elvéreztek, ha nem többen. Ja igen, ez itt egy shortcut lesz. Nem is annyira lényeges, mert mire oda el fogunk itt jutni, szerintem nem nagyon fogjuk használni, bár lehet, hogy van aki, én például nem. Megközben találtunk egy Old Growth Balmot. Átmenetileg az erőt megnöveli. A Golden Fruit Balm az pedig a fate-et, tehát akkor értelemszerűen lesz majd olyan, ami a Dexterity-t növeli meg, ami az Intelligence-et. Na hát ide, ezek a parasztok lesznek jellemzőek. Backstep kompatibilisek, azzal nincs baj. Na meg akkor. Itt vannak ezek a kis pillérek. Ezzel ilyen különféle épületeket lehet felle mozgatni. Én most például ott fölhoztam egyet. Elég szerencsés helyen van, és ugye... Itt több fedezékünk lesz, meg az ellenfeleket hát eléggé meggyakta. Meg lehet itt ezekkel itt trükközni. Jó, mondjuk arra nem volt szó, hogy gyógyítani fognak a kurva anyátokat. Ez már pofátlanság, ne tovább jöjjön komolyan. Na gyere, itt küzdjünk, faszkalap. Mondtam, a backstabet azt nem... ki nem állhatják. De előbb itt szerintem ezeket kinyírom. Aztán majd a tárgyakat felszedem azután. Az egyiket le is lökte. Ebbe ügyesen belebukfenciztem. Ó, meg itt egy plusz ellenfelet engedtük magunkra. Ó, egy hit. Hát ennek örülök. Hogy ne mondjam el mennyire. Live jam. Ó, itt még van két bumburnyek. Hát szerencsére a kardunk az... Hogy ne mondjam el, mi mindennel ér fel. Na most akkor. Úgy emlékszem itt... Van egy tárgy itt ennek a kis épületnek a tetején. Majd mindjárt meglátjuk. Hát... Nem, ezén például nincsen, de... Megközben elhagytam valamit. Poison Stone. Valami értelme biztos van, ha ráugrunk a tetejére, próbáljuk ki. Nem, ennek itt semmi értelme. Akkor majd a másik épületnél lesz. Akkor jól emlékeztem. Ja igen, mert onnan át tudunk majd ugrani azért. Jó kis hely lesz ez. Ötletes dolog volt ezeket belerakni. Trükközgetni velük. Ja, meg itt le is lehet menni. Aha. Na ezért megugorjunk hát. Ne túl nagyot, mert... Halálunkba esünk, az se túl célra vezető. Itt van Dark Wards Ring plusz 3. Okés. Meg aztán... mit mutassak még nektek? Arra kéne majd menni, de azt hiszem ez könnyen megoldható. Itt is felhozunk egy ilyen szart. De előbb, hogy biztosra menjek, lehet leengedem még egyszer ezt a vacakot, mert itt azt hiszem lehet lefele is menni.
spoiler ezek egy picit, a következő Bonfire-hoz például az utat ilyenekből fogjuk kirakni. Hurrá, 4 point lesz, igaza van a kollégának. Na, veled meg itt kell küzdjek. A mérgezést azt elég erőteljesen nyomatják. Itt most hova lyukadtunk ki? Aha, értem. Ittán azt a szart tudjuk fölhozni? Na náhogy. Longbow plusz 7-es. Lehet majd a shortbow helyett használatba veszem. Sőt, valószínű. 68-1. 69-1, de ez szerintem jobb lesz majd. Pláne, hogyha kimaxolom Titanite Slab-em annyiban, hogy nagyon sok. Na, ezeket meg aztán pláne le fogom gyakni. Ennek a Lance-nek vannak az ilyen hülye előretörős támadásai, amit jól ki lehet használni egy ilyen backstabre. Old Growth Bomb. És megint Poison Stone. Itt más nem is tudom, hogy van-e igazán. Nem, én szerintem nincsen. Itt igazából ott is jöhettünk volna. Pedig ismerős lények lesznek. Ezeket a Black Gulch-ből is berakták, pontosabban itt voltak eredetileg. Annó én ugye játszottam a sima verzióval, külön-külön megvettem annó mindegyik DLC-t. Pedig ezeket inkább ne basszuk szét, mert én korrodáló gecit tudnak. Pontos megfogalmazásom megint megvan. Tehát ugye a páncélgyűrűket, meg ilyeneket, azt, annak a durability-ét elég hamar ledegradálják. Poison Moss az viszont jól jön, mert úgy emlékszem, hogy kifogyóba vagyok belőle, ja, csak 3 darab van. Itt pedig... Poison Bite Ring plusz 1-es. Ötletesek ezek a kis lényecskék is, bár az igaz, hogy a faszom ki van velük néha. Mert biztos nem nézitek ki belőlük, de kurva nagyokat tudnak sebezni, pláne amikor egyszerre 10 rátok jönnek. Az kegyetlen tud lenni. Akkor igen, ott lent már jártunk. Item by the way down. Azt szerintem máshonnan is föl lehet szedni. Max, ha nem, akkor innen leugrok érte, legalább ezt is tudjuk. Igen, arra kell majd tovább menni. Pontosabban innen is mehetünk, de... Igazából csak most vágjuk össze magunknak az utat. Másik ilyen kapcsoló, vagy mi a tököm? Az szerintem itt lent van. Fönn volt a pajzsom, de ne szarjad le se. Na, azért meghalni nem akarok. Igen. Tudom, ott is van egy tárgy, de most már röbb kicsinálom ezt a faszkalapot, ha már belém lőtt 6-ot. Most legyen nagy a szád, geci. Poizuk az elég nagy egyébként, nem tudom, észrevettétek, rávertem 2-t, aztán csak nem akadt meg a támadása. Lightning Gorn. Flaskát nyugodtan használtunk, mert egy ideig nem lesz boss, azt garantálhatom. Ja, arra is tudunk majd menni. Hagyj gondolkozzam egy kicsit. Ja, erre kell tovább menni. Akkor mégiscsak le kell ugranom ott azért a tárgyért. Csak nem innen. Hol a faszba hagytam el? Úgy meg tudok itt kavarodni. Itt volt? Nem, nem itt volt. Na bazdmeg, most meg nem találom azt a szart. Hihetetlen.
mindjárt meg lesz, ne aggódjatok. Talán erre lesz. Nem, hülye vagyok. Hát én ezt nem hiszem, hogy nem találok egy ilyen szutyok tárgyat. De aztán, mondom, nem tudom, lehet föl lehet szedni máshonnan is. Csak most kurvára nem vagyok benne biztos. Aj, baszki, nem igaz. Igen, ezt a részt itt vágom. Ja, megvan. Aztán remélem nem fog a halálomba esni, vagy... Aha, itt biztonságosabb. Old Growth Balm, 2 vagy 3 darab, most pontosan nem láttam. Akkor... Ezek elég érdekes lények. Ezeket a kis méregköködő szobrokat rajtuk, amelyek már a Black Gulch-ból ismerősök, nem nagyon lehet sebezni, tehát... Vagy így lenyilazni őket a biztonságos, vagy így olyan szögbe ütni a karddal, hogy... tudjuk őket sebezni. Cracked Red Eye Orb. Azt nem mostanában fogjuk használni. Látjátok, lesz szart, hogy éppen rávertünk egy letaglózó ütést. Nem, ő még gyógyítani akart. Ő az a srác. Azt a tárgyat ott majd később szedjük föl. Aztán tovább menni ténylegesen erre kell, de... volt itt még egy irány, amit... eddig mellőztem. Vagy nem, erre visszafele lehet csak itt jönni? Aztán az is lehet. Ja igen, itt majd csak visszafele lehet jönni. Hát akkor egyelőre erre megyünk. Hogy dehogy is! Fasz csinálok. Az ott már egy totál másik rész. Akkor megint van itt valami, amit nem veszek észre. Már rég játszottam ezzel a DLC-vel. Nem most volt. Bár nem úgy emlékszem, mint hogy át kéne ugrani. Ja, nem. Igaz, abban tényleg igazán volt, hogy visszafele ott fogunk majd kiukadni, de... az átjárót azt innen kell aktiválni. Megint ilyen kis buzik lesznek. Aha. Ott vagy. Biztonságos távolságban ezért szét lehet őket csapni. Mint ahogy az előbb tettem. Hoppá, ezek is fújják ezt a szart. Méghozzá, hogy látom, folyamatosan. Aha, visszamenni erre lehet. Itt pedig csak egy tárgy, és pompás kilátás van, más nem nagyon. A kurva anyátokat, azt lövöldözzétek. Ja, igen, itt szintén. Ez itt ilyen, szintén ilyen pointless zsákutca. Ja, akkor erre lehet visszamenni. Ha javva még hátra van. És már 20 percnél tartok, hihetetlen, hogy megy az idő. Jobbok, nem kellett volna ennyit bénáznom. Na most már mindegy. Akkor először nézzünk el erre. Aha. Nem baszol ki velem. Én baszhatok ki saját magammal. Igen, tovább menni erre kell majd.
Aha, igen, innen meg majd a Bonfire-től fogunk menni, csak még az út az nincs hozzá kialakítva, erről beszéltem az előbb. Nem sokára megtesszük. Ja, meg itt is kell majd trükközni egy-két ilyen liftes szarra. Mert megint lesz egy-kettő olyan, amin van ilyen tárgy. Méghozzá nem mindig a tetején, hanem itt így középtájt. Sanctum Mace, amit ezek az idióták használnak fegyvernek. Alapból mérgezés nyomat, tehát szerintem Poison Stone-nal ezt is ki lehet infuzolni. Ez meg itt közben a sarokba állt, milyen illedelmes. Ja, ott lent már megöltem a dögöket. Aha, Dried Root. Ez is valami HP regeneráló cucc. Aha, for a long period. Tehát ilyen nagyon lassan, de sokáig regenerálja a HP-t. Olyasmi akar lenni, mint az a Ring of Restoration, amivel korábban nyomultam. Tényleg nagyon korábban. Na itt pedig miközben lőnek, föl kéne emelni ezeket a szarokat. Máskülönben Bonfire-ig nem nagyon jutunk el. Most bezzeg nem adja be a csicska Ring of Blades a 900-as sebzést. Hihetetlen. Valahogy itt ezt a különálló szart is... Aha! Itt. Így lehet felemelni. Aztán nem tudom, ennek itt szerintem semmi értelme nincs, csak... Ja, ez csak így itt van. Van, az kész. Lois Talisman. Ti jöttök, buzik. Na bazd meg, ezt én nem így képzeltem el. Twinkling Titanite, 3 darab. Ez a DLC, ez mondom, előbb-utóbb el fog kényeztetni minket. Twinkling Titanite ügyében. Akkor majd abba a barlangba is át tudunk menni, mindjárt mutatom azt is. Csak itt még... Van valahol egy ilyen szar. Na, te kell lesz ide. Tudnám, hogy ezek miatt genyók. Meg aztán itt van egy ilyen rejtett rész. Ide is le lehet ugrani valahol. Mi a fasz? Aha, aha, igen, 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 itt. Hú, jó, hogy nem bukfencezett tovább a karakter. És ezt föl lehet küldeni elvileg. Jaja. Egy kis fákja utánpótlás, meg itt úgy emlékszem, hogy fogunk egy hexet is találni. DLC-s hexet, ugyanis ebbe az új verzióba összes varázslat megszerzésébe a DLC-sek is beleszámítanak. Elég trükkös helyekre vannak itt elrejtve. Azt hiszem ebbe a DLC-ben egy Miracle is lesz. Ami még trükkösebb helyen van. Meg itt van egy ilyen óriás... Igazából nem is tudom, mi a tököm ez, ami mutálódott fa. Undorító hangot ad ki. Kapjuk szét a... gecibe. Látjátok, nem nagyon tanúsított ellenállást. Azt hiszem, az előbb itt szedtük fel a Promised Walk of Peace nevű hexet. Igen, itt van. Ez szerintem azt tudja, hogy lelassítja az ellenfeleket, tehát így... Van szinte, hogy csak így sétálni tudnak, tehát PvP-be szerintem hasznos dolog tud lenni. Bár biztos van valami egyéb kis tulajdonsága, mert nem hiszem, hogy 40 fét kéne hozzá. Na meg aztán. Egyelőre most akkor
Szerintem mentsünk egyet a Bonfire-nél. Ugye faszán kiraktuk az utat, aztán utólag már majd trükközök ezzel a... Talán csak ez az egy tárgy maradt itt el. Most így meg nem mondom, hogy... Aha, szerintem majd ezt kell leengedni. És akkor majd menet közben így átugrunk. És itt a Bonfire. Akkor következő részben nem fogom folytatni.